Jackie Chan valóságos intézmény, nem csupán színész-koreográfus, de producer, író, rendező, sőt énekes is, és persze saját maga dublőre is egyben. Nem kis részben neki köszönhető, hogy a harcművészet találkozhatott a humorral, mi pedig bő 4 évtizeden át csodálhattuk nyaktörő mutatványait és nevethettünk családbarát viccein. Íme 10 elképesztő tény, amit nem biztos, hogy tudtatok a 67 éves legendáról. Április 7-én lett 67 éves Jackie Chan, aki szerencsére továbbra is aktív, még az is lehet, hogy a csúcsformában sokat halogatott negyedik részét is leforgatja végre. Jackie igazi legenda, nem csupán azért, mert filmjeinek elképesztő mutatványait kaszkadőr nélkül vette fel, de azért is, mert illusztris karrierje során az alkotói folyamat majd minden területébe belefolyt, nem kis sikerrel. Születésnapja alkalmából összegyűjtöttünk néhány elképesztő tényt, amit nem biztos, hogy tudtatok róla. Szokták mondani, hogy a vér nem válik vízzé, és ez Jackie Chan esetében duplán is így van, ugyanis az akciósztár nem akármilyen apával és anyával büszkélkedhet. Jackie 1954. április 7-én született Hongkongban, és világ életében úgy tudta, hogy az apja Charles Chan maga is színész volt, adott is neki néhány szerepet a filmjeiben. Azt viszont csak jóval később, már az anyja Lily 2001-ben bekövetkezett halála után tudta meg, hogy az apja valójában a kínai nacionalista párt kémje volt, akinek a kínai polgárháború idején el kellett hagynia előző házasságából származó két fiát. Az anyjának is volt két lánya egy korábbi frigyből, hogy őket támogassa ópiumcsempésznek át, és akkor ismerkedett meg Charles-szal, amikor az tetten érte őt. Charles végül megszánta és elengedte a nőt, nem mintha Lilit ez azonnal jó útra térítette volna. Szerencsejátékra adta a fejét, és rengeteget nyert, amivel hamarosan alvilági körökben elnyerte a nagy nővérbece nevet. Jackie Chan szeret igen meredek sztorikat mesélni a múltjával kapcsolatban, ezek közül is kiemelkedik az, hogy az anyja 12 hónapig volt vele terhes, mielőtt megszülte volna, és természetesen óriás babaként jött a világra. Jackie szerint a szüleinek nem volt pénzük arra, hogy kifizessék a császármetszés költségeit, és még azon is elgondolkodtak, hogy eladják őt, és abból rendezzék az orvosi számláikat. Szerencsére a rokonai kisegítették őket, és végre ő is világra jöhetett. Az, hogy a színész 12 hónap terhesség után jöjjön a világra, igen valószínűtlen, inkább az anyja havi ciklusa borulhatott fel teherbeesését megelőzően, és ezért hihette azt, hogy 9 helyett 12 hónapig volt várandós, mármintha nem Jackie találta ki ezt az egészet. Lehet, hogy Jackie Chan egyetlen fiaként az 1982-ben született JC kivételes körülmények között nőhetett fel, de apja 350 millió dolláros vagyonából egy centet se fog örökölni. Ezt maga Jackie jelentette be még 2012-ben, mikor úgy nyilatkozott a fiáról, hogy ha képes rá, akkor megkeresheti a saját pénzét, ha pedig nem, akkor csak az én pénzemet pazarolná. Nem mintha JC ne próbálkozott volna maga is énekléssel és színészettel, ám közel sem aratott akkora sikereket, mint az apja. A 2012-ben bemutatott a Double Trouble című filmjét például 9000 dolláros bevételével minden idők egyik legnagyobb bukásaként tartják számon. Ennél nagyobb probléma, hogy JC-t 2014-ben drogbirtoklásért letartóztatták, és mivel a vádak szerint másokat is drogfogyasztásra buzdított, akár halálbüntetést is kaphatott volna, ám mikor Jackie nyilvánosan bocsánatot kért a fia viselkedéséért, a büntetést 6 hónapra módosították, amit le is ült. Jackie Chan még 2012-ben vallotta be egy interjújában, hogy több kínai bűnszövetkezet kinézte magának, és hogy kénytelen volt az zaklatásaik elől az USA-ba menekülni. Sőt, a triádok egyszer olyan messzire mentek, hogy még tüzet is nyitottak rá, mikor épp leszállt egy repülőről. Onnantól kezdve mindig vinnem kellett magammal egy pisztolyt, ha elmentem otthonról, nyilatkozta. Saját bevallása szerint a színésznek egyszer egy 20 fős csoporttal is meggyűlt a baja, akikkel végül 2 pisztollyal és 6 gránáttal felvértezve konfrontálódott. A hongkongi rendőrség végül őt vett elő azért, hogy tényleg ilyen fegyvereket tart-e otthon. Jackie-nek nem mindig voltak nagyra törő álmai, azért tanult harcművészetet, hogy ajtónálló lehessen egy bárban, de mikor belekeveredett egy csúnya bunyóba egy fickóval, gyorsan letett erről az álmáról. Igen ronda összecsapás lehetett, ugyanis Jackie 2 nappal később arra lett figyelmes, hogy egy csontdarab áll ki az ökléből, amit kihúzva döbbent rá, hogy az bizony egy fog. Azt hittem, valami baj van a csontozatommal, nyilatkozta Jackie a Sunday Mirrornak, majd így folytatta. Nem tudtam, hogy megöltem a fickót, vagy csak kiütöttem. Egy egész hónapon át rettegésben éltem, minden nap elolvastam az újságot, hogy kiderítsem, megöltem-e valakit.
Lehet, hogy Jackie Chan nem érti az amerikai humort, és éppen ezért nem is szereti a csúcsformában filmeket, melyeknek csak azért forgatta le a folytatásait, mert ellenállhatatlanul sok pénzt kapott értük, de a nyelvekben nagyon is otthon van. A színész folyékonyan beszél kantoniul, mandarinul és angolul, tud egy kicsit koreaiul, japánul és tájul is, plusz ragadt rá egy kis német és egy kis spanyol is. És ha az előbbi 8 nyelv nem lenne elég, Jackie az amerikai jelbeszédhez is konyít. Mielőtt 150-nél is több filmben fitoktatta volna tehetségét, Jackie Chan alaposan kiképezte magát kungfuból, wushuból és hapkidóból. Ugyan a filmjeiben olyan csapattal dolgozik együtt, akikkel mindent jó előre megkoreografálnak, hogy minimalizálják a baleseteket, és a mutatványok végrehajtása közben különböző nyögésekkel és morgásokkal kommunikálnak egymással, hogy ne essenek ki a ritmusból, Jackie bizony képes rendesen odacsapni, aminek számos színésztársa látta már kárát. Hogy mekkorát és mennyire fókuszáltat tud odasomni, az többek között a Wetten Das című német talkshowban is bizonyította, ahol 12 betonlapot tört szét puszta kézzel, miközben egy tojást tartott a markában. Oké, ezeket a lapokat 4-esével ütötte szét, de ez pont 2-vel több olyan csapás, amivel a kezében tartott tojás épségét veszélyeztette. Mikor 2004-ben a 80 nap alatt a Föld körül című kalandfilmjét promotálta, Jackie Chan ellátogatott Conan O'Brien showjába, ahol a házigazda arról faggatta, hogy igaz-e, hogy a háza tele van titkos átjárókkal és szobákkal. Akkor kitérő választ adott, de a TLC csatorna riportere előtt később már nem titkolózott, sőt körbevezette az egyik olyan titkos otthonában, ahol elrejtőzhetett a sztárvilág zajától. A színész több olyan eltitkolt lakkal is rendelkezik, ahol meghúzhatja magát, sőt ezekben még titkos szobák is vannak, ha végképp el akarna bújni a nagyvilág elől. Jackie Chan 2012-ben két Guinness világrekordnak járó emléklapot is átvehetett a címeket kiosztó szervezettől. Az egyiken talán nem fogtok meglepődni, ugyanis ő büszkélkedhet a legtöbb kaszkadőr mutatvány, amit élő színész végrehajtott címmel, ezzel szemben a másik a színész sokoldalúságára és determináltságára utal. A 2012-ben bemutatott Műkincs hajsza című filmjének stáblistáján nem kevesebb, mint 15 különböző minőségben tűnt fel. Ezek író, rendező, főszereplő, producer, executive producer, operatőr, művészeti rendező, stábvezető menedzser, kaszkadőr koordinátor, kellékes, fővilágosító, kaszkadőr, zeneszerző, énekes és catering koordinátor. A Műkincs hajsza még azért is emlékezetes, mert ez volt Jackie Chan utolsó olyan filmje, melyben ő maga hajtotta végre a kaszkadőr mutatványait, onnantól kezdve már ő is túl öregnek érezte magát ehhez a szarhoz. Maga Jackie Chan se tudja, hányszor sérült meg a forgatások során. Készült erről egy összeállítás, amely szerint legalább 70 alkalommal szenvedett el törést, zúzódást vagy valami hasonlót. Talán a legkomolyabb sérülést az Istenek fegyverzete felvételei során gyűjtötte be, amely majdnem az életébe került. A film egyik jelenetében egy magas falról át kellett volna ugorni egy szomszédos fára, és annak ellenére, hogy az első felvétel tökéletesen sikerült, Jackie ragaszkodott ahhoz, hogy még egyszer vegyék fel a jelenetet, ekkor viszont a faága eltört, Jackie pedig 5 métert zuhant a mélybe. A feje betontért, betört, és a koponya csontjának egy darabja az agyába fúródott egy permanens lyukat hagyva maga után. A színészt azonnal kórházba szállították, ahol aztán megműtötték, a lyukat pedig egy műanyag dugóval tömték be, amely a mai napig Jackie fején díszeleg. Ezek hát a legőrültebb tények Jackie Chan életéből. Ti tudtok meredekebbet is? Ne legyetek restek megosztani a kommentek között, és ha tetszett a videó, akkor csekkoljátok a Bruce Lee-ről és Jean-Claude Van Damme-ról szóló hasonló összeállításunkat. Hamarosan újra találkozunk. Sziasztok!